az, kijutottak a fiúk. Remélem tovább jutnak. Szerinted tovább jutnak? Az biztos. Tudni, hogy élnek. Remélem nem sérülnek senki. Biztos, hogy izgalmas mesnek nézünk elébe. Szerintetek hány nulla lesz? Szerintem olyan 3-0, 2. Hát egyetem. Köszöntünk minden magyar foci szeretőt Csongrádról, amely a Tisza és a Körös összefolyásánál található. Legyetek vendégeink, ismerkedjetek meg ti is városunkkal. Településünk egyik nevezetessége a fahíj. A nyári szünidő alatt a Körös torok megtelik élettel, hatalmas homokos parton élvezhetjük a strandolást. A Körös toroki napok alatt több ezer fesztiválozó érkezik hozzánk. Városunk történelmi különlegességét a belváros adja, ahol hangulatos náthetős házak, apró pici kubikus épületek, kacskaringós utcák várnak mindenkit. Ez itt a mi iskolánk, a Széchenyi István Általános Iskola. Iskolánk 1960-ban épült, 2008-ban kapott új külsőt. Egy családias, otthonos kis közösség vagyunk. A mindennapi életünkben a tanulás mellett szívesen kertészkedünk az iskolakertünkben. Ápoljuk saját néprajzi múzeumunkat, kiállítást szervezünk a galériában. Emellett sportrendezvényeket szervezünk és megméretetjük magunkat különböző versenyeken. Már több évre visszanyúló programunk a labdarúgás világnapjának megtartása. Napokkal előtte már focilásban ég az iskola. Szervezzük a kiállítást, alakulnak, edzenek a csapatok. Ezen a színes délutánon osztályok, fiúk-lányok, tesók, apa-fia, csapatok mérkőznek meg egymással. Ekkor minden a fociról szól. Foci iránti szeretetünk nem csak egy napig tart, bármikor, bárhol kaphatóak vagyunk egy jó focira, de szurkolóként is elég hangosak vagyunk. Induljunk is a városi sportpályánkra, ahol a csongrádi foci élet folyik 8 gyerekcsapattal és 3 felnőtt csapattal. A megyei szintű bajnokságban szép korosztályos sikereket érnek el. Szurkolóként szeretnénk megmutatni, hogy mi mindenre vagyunk képesek, mit tennénk meg értetek. Ha találkozunk majd veletek személyesen, és elmondhatjátok kéréseiteket. Mit tennénk meg értetek, szörnyeggel védünk titeket! Mit tennénk meg értetek, talicskával tanulunk titeket! Mit tennénk meg értetek, farzsal védünk titeket! Mit tennénk meg értetek, hálóval védünk titeket! Ez a kedvenc játékosom, mert jó sok gólt lő. Azt kívánom neki, hogy a kapusok rettegjenek tőle. Azt szeretném megkérdezni, hogy melyik csatártól félsz a legjobban, és még azt szeretném kívánni, hogy minél kevesebb labda kerüljön a hálóba. Szalai kedvenc focistám. Azt szeretném kérdezni, tartogatsz-e plusz gólt a következő csatára? Gera a kedvenc focistám. A kívánságom az, hogy az eddigi eredményét tartsam meg. Zsuzsák Balázs a kedvenc focistám. Kívánom, hogy minél több gólt rúg, és a gólcipődet otthon ne felejtsd. Jó! Erdély végén közös öröm!